Laci, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat egy kávéra, vagy egy tejára, illetve ezzel együtt egy beszélgetésre. Én úgy tudom, hogy nem kávézol, tehát nem feketén, nem fehéren fogsz velem itt beszélgetni, hanem zölden. Kérünk neked egy zöld teát, illetve te is megkóstolhatod Nádas Hajnalka a remek kreációját, azt a süteményt, amely a műsor nevét kapta. Köszönöm. Mai vendégem az a nyíregyházi származású fotográfus, aki jelenleg már 15. albumának kiadásán dolgozik. Az egyébként jogi pályán tevékenykedő Forster-díjas műemlékfotóst már gyerekkorában megérintette a művészet, a művészet történe. Szüleinek és tanárainak köszönhetően érdeklődése töretlen maradt ebbe az irányba, így nyugodtan mondhatjuk, hogy ha valahol összefutunk vele, valószínűleg épp két utazás között lesz, amelyek célja egy újabb fotósorozat elkészítése. Vendégem Sipos László, aki szívesen fogadta el meghívásomat egy kávéra, sóstóra, és beszélt élményeiről, terveiről, kiadványairól, feketén, fehéren. Nagyon sok szép dolgot hoztál magaddal, Laci, erre a beszélgetésre. Köszönöm szépen. Kezdjük köszönhetően a fényképezőgépednek a beszélgetést azzal az időszakkal, amikor azt használtad. Hát az régen volt, bár hozzá kell tennem, hogy a most elhozott fotómasina az már a második gépen volt. A legelső az még egy Zorki 4-es volt, és az tulajdonképpen édesapámé volt, csak én elbirtokoltam tőle. Az első fotóimat azzal készítettem, de én igazán műemlékfotós csak később lettem. Tehát az utazások azok mindig hozták azt az elvárást magam részére is, hogy készítsek fotókat, örökítsem meg, kicsit másképpen azokat a látványosságokat, műemlékeket, amiket láttam, amiket fölkerestem. De később, amikor már a 80-as években elkezdtem foglalkozni a műemlékvédelemmel és annak társadalmi szerepével. A civil szféra műemlékvédelemben betöltött nagyon-nagyon fontos és nem alábecsülhető szerepével, akkor ezekhez a tanulmányokhoz kértek tőlem fotókat. És innen indult az én igazi műemlékfotós tevékenységem, mert a saját fotóimból választhattam. Hát a különböző műemlékvédelmi szakfolyóiratok, a műemlékvédelem, ezek külföldi társai, az örökség. Tehát akkor mind tudták ezek a szervezetek, illetve az illetékesek, hogy fotózol? Tulajdonképpen igen, mert én nem Szegeden éltem 5 évet, én ott tanultam, és ott kezdtem el foglalkozni a művészettörténettel is. Én állami és jogtudományi karra jártam, de emellett a bölcsészkaron művészettörténetet is hallgattam 3 éven keresztül, és utána pedig szabad egyetemeken tökéletesítettem, mélyítettem ezt az ott megszerzett tudást, és amikor visszajöttem Szabolcs-Szatmár-Berekbe, akkor volt az igazi érdemi rácsodálkozás arra, hogy milyen gazdag a mi megyénk Árpád-kori templomokban, milyen fantasztikus falképkincs bontakozik ki a meszelt falak alól, hiszen a református templomok hófehérre meszelt falai nagyon sok esetben középkori freskókat, falképeket őriztek meg számunkra, és ezeket én már a 80-as évek végétől kezdtem fotózni, szisztematikusan, és utána hát ezek adták az illusztrációt azokhoz a tanulmányokhoz, amelyeket tőlem kértek, és
És ezek a fotók aztán egy idő után önálló életet kezdtek élni. Tehát leváltak a folyóiratok oldalairól, kiállításokra vitték őket, kollektív tárlatokon, bemutatókon szerepeltek, más kiadványokban is helyet kaptak, és hát egy idő után saját önálló kiállításaim is lettek. Az egyetem előtt a középiskolás évek azok hol teltek? Én Nyíregyházán jártam középiskolába, itt is jártam általános iskolába, és már általános iskolába elkezdtünk foglalkozni képzőművészettel. Nagyon-nagyon sok sikerélményt ért azáltal, hogy az alkotásaink azok Münchentől Moszkváig elkerültek nemzetközi gyermekrajz kiállításokra. Én a könyvtáramat akkor alapoztam meg, mert mindig könyvutalványokat kaptunk, és olyan összegben, hogy egyszerűen tudtam elvásárolni. Tehát a legdrágább albumok sorozatai teltek ki ezekből az összegekből. Textilfestéssel foglalkoztunk, Indiában nyertünk díjat a Shankar pályázaton. Tehát nagyon plasztikákat készítettünk, szobrázkodtunk, és hozzá kell tennem, hogy mindezt nem az iskolai óra keretében, hanem délutánonként szakkörökön. És senki nem akart 6 órakor hazamenni. Én emlékszem arról, hogy még este 8-kor javában készültek az újabb és újabb batik és szobrászati alkotások. Aztán mégsem lett belőlem képzőművész, mert bármint a képzőművésznek olyan fajtája, aki saját maga hoz létre és teremt meg világokat, mert azért észrevettem a korlátaimat, és ebben is zseniális volt Németh Lászlóné, mert elvitt egy olyan szintre, ami nagyon sok sikert hozott, de ahol már én magam is éreztem, hogy én elértem a határaimig, és nem feszegettem tovább. Bevallom őszintén, nem akartam egy másodrendű grafikus lenni. És aztán szunnyadt ez a belső kis parázs, és aztán köszönhetően megint valakinek, Hilda Pucsögölnek, ő egy bécsi mentorom, aki az első igazán nagy kiállításaimat szervezte, és akinek köszönhetően aztán Bécsben, a CED-ben, Breitenfurt Bayreuthben, Badenben voltak nagyon-nagyon-nagyon szép kiállításaim. Itt Magyarországon mikor lehetett megtekinteni kiállítás keretében, vagy valamilyen kiadványnak köszönhetően a fotóidat? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy már az 1990-es évek második felétől folyamatosan és elég nagy számban jelentek meg műemlékvédelmi szakfolyóiratokban, szaklapokban, vagy akár a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemlében, de a Polonia-Vengerszkában, Arméniában, szlovákiai régióban, osztrák újságokban is föltűntek ezek, és aztán az első fotóalbumom, ami önálló fotóalbum, a Sába földjén, ami Jemenről szólt, és ami tavaly jelent meg második kiadásban, és decemberre jön ki a harmadik, az volt az első teljesen általam tervezett, elejétől végig általam megálmodott fotóalbum, ahol fekete-fehér fotókkal az időt, az időtlenséget akartam visszaadni, mert azt hiszem Jemen a föld golyóbüstelen egyik utolsó szeglete, ahol mintha megállt volna az idő. Mint hogyha 1000 évet mennénk vissza, egy különleges világ, ahonnan a három királyok jött, töményt, aranyat, mirhát hozva a kis Jézushoz, ahol Sába királynője elkápráztatta Salamon királyt, ahol a világ első egyetemeit alapították, ahonnan az algebra származik, vagy akár a mokka kávé, és ahol a városok, falvak képe olyan, mint hogyha a 19. század közepén készítettem volna ezeket a fotókat. Utóbbi időben az Örökségünk könyvkiadóval alakult ki nagyon jó kapcsolatom, és azt hiszem, hogy ők messze menően tolerálják az én munkamódszeremet, és hát ennek megfelelően aztán végül most már 13-14 fotóalbumom készült velük.
És összesen mennyi? Hát most jön majd, a szerződés megvan rá, egy nagyon érdekes fotóalbum, ami érdekes módon megint az időről, vagy az időtlenségről szól majd. Nagyon régen foglalkozom már vele, és mindig előveszem Persepolis témáját. Az egyik legelső nagy világváros, Dareios és a Perzsa világbirodalom fővárosa, ahol én remélem, nem árulok el titkot, az oszlopokkal, az oszlopfőkkel szeretnék az időről, az idő múlásáról szólni. Nagyon érdekes alakú lesz a 15. fotóalbum. Nem gondolod, hogy például ezekről az oszlopokról, oszlopfőkről már elegen készítettek fotókat, és esetleg jelentettek meg fotóalbumot, vagy te magadból kiindulva alakítod a te alkotásaidat? Én azt hiszem, hogy mindig a magam útját jártam. Nagyon sok megtisztelő felkérést kaptam, amelyekre én kapásból mondtam nemet, mert nem illet bele az én elképzelésembe. Szerencsémre, vagy szerencsétlenségemre én önmagam a szponzora vagyok, tehát nem kell megfelelnem elvárásoknak, megrendeléseknek. Idegenforgalmi kiadványok készítését nem vállaltam. Voltak olyan felkérések, amelyek nagyon kecsegtetőek voltak, például az örmény genocidium 100. évfordulója alkalmából jelent meg angolul, németül és magyarul egy albumom, Ősi örmény templomok címmel, ahol maguk a templomok komor kövei is iratják el az elpusztított 1,5-2 millió örményt, és ezt rajnamenti nagyvárosokban akarták bemutatni. Néhány fotó el is jutott, de az, hogy önálló kiállításom legyen, ezt azért nem tudtam vállalni, mert két hetente kellett volna ott lennem kiállítás megnyitókon, média rendelkezésre állni, és hát ez ugye 13 helyszín lett volna, ez nem volt összeegyeztethető az én civil létemmel. A Persepolis-i albumra visszatérve, jelentek már meg Persepolisról albumok, de ezek didaktikusak voltak. Végigvezették a Romvároson, kézen fogva az album lapozgatóit, bemutatták az Apadamát, az ezer oszlopos palotát, a kincstárat, a háremet, a dombor műveket szépen sorba-sorba. Én nem erre szerződtem. Én az egésznek a lényegi üzenetét szeretném átadni. Ez egy nagyon különleges város volt, mert igazából nem főváros volt. Ezt a várost az isteneknek és saját maguknak valamiféle égi föld közötti lajtorjaként építették. Kicsit ilyen volt az Ankor albumom, ami korábban jelent meg. A szépia fehér, szépia tört fehér színre hangolva, mert ott is azt éreztem, hogy az időtlenséget ez tudja leginkább visszaadni. De van színes albumom is, például Tibetről, magyar és angol nyelven is, és ott pedig az a megtiszteltetésért, hogy a világhírű filmrendező Makkára írt hozzá előszót, és szakmailag ez az album nagy siker volt, de azt is be kell, hogy valljam, hogy érte miatt hátrány. Tibet nem volt egy komilfó téma akkor, amikor én ezt hozzányúltam. Kiknek készülnek ezek az albumok? Kiknek hasznosak ezek? Sajnos túl sok haszna van. Ezek a műemlékek pusztulók. Bármennyire is próbáljuk az ICOMOS-szal ezeket védeni, védelem alá helyezni, ezek a műemlékek sajnos rendkívül kitettek a pusztításnak, pusztulásnak, környezeti katasztrófáknak, polgárháborúknak, háborúknak. Az egyik legszomorúbb albumom az In Memoriam Palmyra című. Hát ez az, ami végül is 4 kiadásban jelent meg, és 5. az ICOMOS kérésére angolul, mert én voltam talán a legutolsó, aki műemlékes szemmel fotózhatta le ezt az elpusztított, teljesen elpusztított világörökséget. Palmyra a világ legelső multikulturális világvárosa volt. A Selyem út és a Tömjén út kereszteződésében Róma művészeti versenytársa volt, sőt a kortársak
többre tartották, mint Rómát. És ebből a városból mára semmi nem maradt. Nekem ezt a várost az a Kaleda Lasszad mutatta meg, akit 2015. augusztus 20-án kivégeztek. Mikor lettél úgy felnőtt, hogy az első ilyen utadat megtervezted és véghez vitted? Hát ez elég korán kezdődött, mert én gimnazista koromban is már gyakorlatilag kihasználva az akkori lehetőségeket, mondhatom azt, hogy egyedül jutottam el Moszkvába és Szentpétervárra, igaz, akkor még Leningrádnak hívták, és én magam vettem hajójegyet, hogy eljussak Petrodvorecbe, a Finnöböl partjára, és később is igyekeztem úgy kialakítani az utazásaimat, természetesen többnyire nem egyedül utazom, hogy ezek lehetőséget biztosítsanak számomra, arra is, hogy a számomra igazán izgalmas és betervezett, előre sokszor betervezett objektumokhoz eljussak. Kétségkívül voltam természeti katasztrófa fogja, Vietnámban egy iszonyatos árvíz ejtett foglyul minket Hueban, volt, amikor polgárháború tört ki éppen Jemenben, és akkor ott a katonák adtak kézről kézre, hogy kijussak a checkpointokon keresztül a biztonságos zónába. Volt, amikor vulkánkitöréstől kellett szó szinte szoros értelmében menekülni, mert el kellett hagyni azt a kis katicsot, ahol megszálltunk, mert az Indonéziában volt annyira hirtelen kitört Bromo vulkán miatt, nem lehetett tovább maradni ott. Volt-e olyan betervezett helyszín, ahová szerettél volna eljutni, de még nem sikerült eddig? Igen, volt ilyen, van is ilyen, és remélem lesz is még ilyen. Hát tulajdonképpen egy Szudán-Etiópia út az azért még nagyon-nagyon foglalkoztat. Etiópiában az ősi kopt kolostorok és templomok, Szudánban pedig a núbiai piramisok és azok föltárásai, amelyek nagyon foglalkoztatnak. Engem az a megtiszteltetés ért, hogy jó 10 évvel ezelőtt a párizsi székhelyű ICOMOS, ez az International Council on Monuments and Sites, tehát a műemlékek és történelmi helyek nemzetközi tanácsa tagjává hívott és fogadott, és én az ő igazolványukkal, mondhatom, hogy paszportjukkal járhatom be a világot, és az ásatásokat, a közönség elől elzárt régészeti zónákat is. Nézhetem meg a múzeumokat ingyen, sokszor szünnapon. Ez számomra egy óriási megtiszteltetés és óriási élmény is. És én is mindent elkövetek, hogy az ICOMOS munkáját segítsem, részben a fotóanyagokkal, ők pedig azzal, hogy szerveznek nekem nemzetközi könyvbemutatót, például a Palmira albumhoz, vagy az alelnök asszony írt előszót néhány tanulmánykötetemhez, legutóbb éppen a Mosolygó Szentek földjéhez, ami a mi Felső-Tisza vidékünk Árpád-kori templomait is, freskó kincseit mutatja be. Gondolom hasonló nagy büszkeség ez is, amit magaddal hoztál, ez a Forster Gyula emlékére. Ezt melyik esztendőben ítélték oda neked? Valóban talán a legnagyobb megtiszteltetés, amiben részesültem, mert 2008-ban kaptam, és az indokolás szerint a magyar műemlékvédelem ügyét előmozdító, kiemelkedő publikációs és műemlékfotós tevékenységért. És tulajdonképpen engem így a műemlékvédelmi szakma ismert el, és fogadott be maguk közé, és én erre rendkívül büszke vagyok, ugyanakkor rendkívül hálás is vagyok ezért, mert műemlékvédő barátaimmal olyan helyszínekre juthattam el, ahova egyébként valószínűleg soha.
tanulmányutakon vehettem velük részt, akár Szlovéniában, akár Erdélyben, középkori templomok padlásain kutakodtunk, fedélszékeket fotóztunk, rábukkantunk 8 centis por által fedett barokk oltárképre, vagy akár középkori kazetta maradványra, amiből akár majd rekonstruálni lehet az egykori kazettás mennyezetet, egy 16. század legvégéről való kazettás mennyezetet. Hallgatni is kellően izgalmas egyébként mindazt, amit te átéltél vagy megéltél. Nem vagy túl civilizált, túl európai bizonyos helyszínekhez? Hát most, hogy itt Zakúban vagyok, így bizonyára nagyon úgy tűnik, de amikor utazom, én természetesen mindig idegen vagyok egy afrikai, dél-kelet-ázsiai közegben. Hazudnék, hogyha én be tudnék ott olvadni. De azt gondolom, hogy ha megérzik, hogy a vándor, mert én magamat ilyenkor vándornak tartom, ha a vándor vagy zarándok hozzájuk nyitott szívvel érkezik, és Bahasa indonézia nyelven megtanul néhány mondatot, és úgy köszön, úgy kér, úgy kommunikál, akkor ez a befogadás percek alatt megtörténik. Aztán természetesen én is mezitláb, meg rövid nadrágba félmeztelenül jövök, megyek, mert hát 38 fokban az ember nyilván nem európai öltözetet választ. Nagyon-nagyon sok helyen eleve alkalmazkodni is kell öltözet szempontjából. Tehát például hindu szent helyekre nagyon sok helyen csak Dél-Kelet-Ázsiában csak szarongban lehet bemenni, tehát akkor derekam köré kell kötni egy földig érő kendőt, és úgy lehet közlekedni ezeken a helyeken, de így tudok olyan fotókat is készíteni, amelyek valóban nagyon kedvesek nekem, és aztán meg érdekesek azoknak, akiknek ezt bemutatom. Milyen nyelveken kommunikálsz a leggyakrabban? Nyilván az angol az alap az utazások során, gondolom én. Hát az angol az alap, és azt kell, hogy mondjam, hogy lassan mindent kiszorító alappá kezd válni. Én nagyon híve vagyok annak, hogy a világ sok nyelvű. Ugye én még abban az időszakban érettségiztem, megjártam egyetemre, amikor még az orosz nyelv az kötelező volt, és én elég jól is beszélek oroszul. Egyetemen tanulnom kellett latinul, és az is nagyon sokat segített a latin nyelv családok bizonyos ágainál, de ott túlzottan nagy sikert nem értem azért el. Németül felnőtt koromban tanultam meg, és szereztem nemzetközi nyelvvizsgát is, és hát valamennyire beszélek franciául, de az csak valamennyire és erősen. Meg ahogy említetted, egy-két törzsi nyelven is. Hát azt azért nem merném állítani, de... De abba kisegít, hogy azt a pár szót is megtanul. Pontosan. Egyébként az én utazásaimban, és egy külön albumot szenteltem nekik, a gyermekek rengeteget segítettek. Órákat tudnék beszélni arról, hogy hány helyre jutottam el a gyermekek segítségével, akik észrevették, hogy én ásatásokat fotózom, és akkor mondták, hogy de még ott is van, még ott a fa túloldalán is van valami, mert még 200 méter. És én oldottam meg Észak-Afrikában gyermekek angolházi feladatát, a szülőkhöz elvittek, a szülők bemutattak a helyi arisztokráciának. Szumba a szigetén földrajzot tanítottam egy középiskolában. Ennek akkora visszhangja volt, hogy a helyi sajtóban cikk jelent, meg a szultán meghívott fogadásra. Na, akkor erről aztán külön számolt be a helyi sajtó. Az is egy izgalmas dolog, hogy mit kell vinni egy szultánnak ajándékba, amikor látogatóban megy hozzá az ember. És ezeket én nagyon-nagyon sokszor a gyermekeknek köszönhettem, akik nyilván nem beszéltek nagyon jól angolul, de rendkívül fogékonyak voltak a másik metakommunikációjára. Tehát volt úgy, hogy én is elcsodálkoztam, hogy már legalább 20 perce beszélünk a gyerekekkel, és majdnem szinte értjük egymást. Tehát nem szaladtak el, hogy ezt a bácsi érthetetlen nyelven beszél hozzánk, hanem
hanem a köztünk működő kéz-láb szemkontaktus az nagyon-nagyon sokat segített és előrevitt. Én végül annyit szeretnék megkérdezni, hogy volt olyan helyszín, ahova visszatértél? Hogyne. Több ilyen is volt. Hát Palmira, ahova amikor másodszor visszatértem, már csomagolták a műtárgyakat, mert tudták, hogy néhány órájuk van hátra. India, ahol ötször jártam, és mai napig nem mernék hozzáfogni egy Indiáról szóló album összeállításához, mert azt szoktam mondani, hogy a világteremtés fele önmagában India, azzal az 1.300.000.000 emberrel, és ugye 2 év múlva már népesebbek, mint Kína. De többször visszamentem Angkorba is, megnézni, hogy haladnak az ásatásokkal, a rekonstrukciókkal, hogy hogyan bomlik ki a dzsungelből egy régen elfelejtett világváros. Hiszen akkor volt milliós, amikor London még a 1200-as évek elején alig 50 000-es. És ez egy hihetetlen világváros volt, amit megint az ég és a föld közötti különleges kapcsolat szimbólumaként terveztek és építettek meg. És mi az a következő helyszín, ami már volt helyszín az életedben esetleg? Hát a következő helyszín, ami már volt az életemben, az Bécs. Bécset nagyon szeretem, részben Hilda miatt is. Nekem Bécs legalább olyan izgalmas és átélt város, mint Budapest, vagy Nyíregyháza. Bécsbe megyek holnap után, és ott töltök egy szűk hetet. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. A feketén-fehéren sütemény megalkotója a Drazsé cukrászda. A műsor támogatja a Máté Szalkai 15-ös számú delikátesz ABC, a Reál Üzletlánc tagja.